a Gergely naptár szerinti január 14-e, a Juliánus naptár szerint éppen az év kezdett, azaz január 1 -e. Az ortodox hívők ilyenkor reggel templomba mennek és gyertyát gyújtanak. Pécsett a Szent Andronikos és Szent Júnia kápolnában közösen ünnepelték új évnapját a pravoszlávok. Természetesen vannak olyan családok, ahol a Gergely, illetve a Juliánus naptár szerinti ünnepeket is megtartják, és tisztelik egymás hagyományait. De az, hogy például a mai nap az munkanap, és nyilván az egész világi élet az a, inkább a katolikus ünnepekhez igazodik, ezért mindig bonyolultabb, de, de ettől szép, és ettől válik igazán belső ünnepé a családban. Az ortodox vagy pravoszláv újév orosz elnevezése a régi újév. Ekkor összegyűlik a család és a barátok, és közösen finom ételekkel, táncmulatsággal ünnepelnek. Leginkább az oroszországi helyzetről e, tudok beszélni, mert hogy azt ismerem e, leginkább. E, ott egy ilyen nagyon érdekes és nagyon hosszú ünnepsorozat van. Tehát, hogyha valaki hivatalos ügyben utazik Oroszországba, nem tanácsolom neki az évvégét, mert most már így a 21. század elején tulajdonképpen minden alkalmat megragadnak az ünneplésre, tehát gyakorlatilag már a katolikus karácsonyt is elkezdik ünnepelni, és onnan egészen a mai napig, tehát január 13-a éjszakájaig egy folyamatos ünnep sorozat van. Az ortodox vallásúak természetesen vízkeresztet is 13 nappal később, azaz a gergely naptár szerint január 19-én ünneplik, ez a keleti keresztényeknél is a karácsonyi ünnepkör lezárását a farsangi időszak kezdetét jelöli.